Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit 60-ban. Mondjuk el az Om Nám mantrát közösen hétszer. Om Köszönöm szépen. Most, hogy ilyen szűk családi körben együtt vagyunk, pár tucatan, olyan témáról fogok beszélni, amely mindenkit érint. Ez pedig az energia és információ bennünk, a lélekben és a testben. Bizonyára hallottatok a csakrákról, ezek ilyen kedvenc téma körébe tartoznak, Különböző körökben, és nagyon sok magyarázatot hallunk ezekről. Ahogy ezt megszokhattátok a zenben, olyan tanítást kapsz, amit cselekedhetsz is. Praktikus, világos, egyszerű. Milyen energiáról van szó? Megkérek mindenkit, hogy tegye így össze a két kezét a szívcsakrája előtt. Szépen kezdjük el dörzsölgetni a kis tenyerünket. Nagyon jó. Még. Még. Úgy, úgy. Jó, megállunk, és megfogunk egy képzeletbeli lencsét a szívcsakra előtt. Úgy. Figyeld a lélegzeted, figyeld a teret a tenyered között, az ujjaid között, és ahogy belélegzel, széthúzod, picit, és kilélegzel, lencséig összetolod. Újak nem érintkeznek, csuklók nem érintkeznek, belégzés, széthúzod, kilégzés, összetolod. Lassan, folyamatosan nem kell elképzelni semmit, de ne kövesd a gondolataidat. Csak a két tenyér és az ujjak közötti teret figyeld. Belégzésre most már válsz szélességig, de nem tovább. És kilégzésre összetolod lencséig. és a következő kilégzésnél megállítod lent csalakban, és figyelsz. Köszönöm szépen, letehetjük a kezünket. Ki az, akinek semmilyen érzés nem volt a két tenyerek között? Ez nagyon jó, mert hogyha lenne ilyen, az halott lenne. Ez az energia, ami a két tenyér között ezzel a rendkívül egyszerű gyakorlatsorral érezhető, ez az úgynevezett életenergia, vagy prána, kínai csi. Nyugaton egy pára megpróbálták elnevezni, de élő hagyomány hiányában ez úgy megakadt nem is mondom azokat a fogalmakat, amelyeket próbáltak erre alkalmazni, de helytelenül. Képzeljük el, hogy ez, amit most a tenyereink között éreztünk, ez a keltészta. Ez a massza. És a homlokcsakránkban ebből a masszából gondolatokat sütünk, a torkunkban beszédet sütünk, a szívcsakrában kifejtett, látott érzelmeket sütünk, a hasnyálmirigyben napfonat, ott már elfojtott tudatalat érkező érzelmeket sütünk, a köldögcsakráról később lesz szó, hogy ott miért nincs sütés, csak hő, és egyen lejjebb pedig kisgyerekeket sütünk. A csakrák tehát energia és információ központok, ahol ez az bizonyos prána vagy csi elnyeri bizonyos specifikus működését. A köldök csakráról, mint Tantien, a szó szerint energiakert, azért szólok így utoljára, mert az az egyik legérdekesebb pont az ember szervezetében, semmiféle belső szert nincs mögötte, csak bél és annak a tartalma, meg hasfal. És kész, persze, mögött ott a gerincoszlop, vessék enyevek, de a helyzet az, hogy a tantienben semmiféle szerv nincs. Mégis a taoisták, és így az engyakorlók, és így például a szamurályok is ezt a pontot tartották az életerő középpontjának. Miért? Mert ott ez az energia differenciálatlan állapotban van. Még nem differenciálódott mentálisan, fölfelé emlékeztek, mit mondtam. Nem lett belőle érzelem, beszélt gondolat. És lefelé pedig nem differenciálódott fizikailag, nem lett belőle nemzet szaporulat. Ahhoz, hogy a tudatot a nem kettősség állapotában tarthassuk, ahhoz energetikailag is a differenciálatlan állapotban kell lennünk. És ezért látod, a köldök csakra fókuszát a zen összes változatában, a dzogcsemben, a mahamudrában és bizonyos haladó jogi meditációkban is. Ahhoz, hogy ide te tényleg visszaérkez, ahhoz a többi csakrához való ragaszkodást, a tartalmakkal való azonosulást fel kell tudni oldani. És minden előkészítő gyakorlat amelyet te valaha látsz egy meditációs iskolában, pont azt célozza, hogy a felső vagy a tantien alatt lévő csakra ne térítsen le az útra. Néha olyan hihetően gondolkodunk, hogy elhisszük, hiszen okosak vagyunk, és nekünk igazunk van. Néha elhisszük a saját érzelmeinket, és azonosulunk is vele. Innentől kezdve nagyon gyorsan letérhetünk az útról, mert nem a pillanatban vagyunk, hanem valamilyen differenciált álomvilágban, amit a gondolataink, az érzelmeink, a vágyaink, a haragunk, a téves nézeteink, a hamis azonosulásaink szépen kiszíneztek. Kiszíneztek az énség ecsetével. És mindaddig, amíg ezekhez a tartalmakhoz ragaszkodunk, és azonosulunk velük, addig a hamis én tudat világában vagyunk. Nem látjuk be, hogy a személyiségünk és annak összes megnyilvánulása teremtett, nem abszolút. Nem rajtunk kívülről jön, hanem mi teremtjük a tulajdonságainkat. A beszéd által, a gondolkodás által, az érzelmek által és a cselekedetek által. Ez nem jelenti azt, hogy Transcendens valóság, tehát érzékszerv fölötti világ ne lenne. A hetedik csakra, a szahaszrára vagy korona itt fönt, a szó szerint nem is nagyon az, mint csakra, hiszen ott nincs összpontosulás, ott egy kiárat és bejárat van. Tehát az nem úgy működik, hogy annak lenne tartalma, az csak egy csapóajtó, amin úgy ki lehet menni és vissza lehet jönni, aki tudatosan álmodik, az ezt esetleg tapasztalja. A zenben a tudatos álmodás és a tudatos kibejárkálás, ez nem cél. Melék termékként lehet, de nem ez a cél. A cél az, hogy a tantiemben legyen a középpontom, egy differenciálatlan tudatállapotban, ahol az információ és az energia nem duális állapotban van. Ezt nevezzük tiszta, térszerű, tükörszerű tudatnak. Miért? Mert testben vagyunk, ezen a földön élünk, és ezt az életet érdemes minőségi módon élni. Ez azt jelenti, hogy amilyen a tudatod minősége, olyan az életélményed is. Ha tiszta a tudatod, tiszta az életélmény is. Ha nem tiszta a tudatod, nem tiszta az életélményed vagy tapasztalatod sem. Általában külső embereket, dolgokat, feltételeket szoktunk okolni azért, hogyha negatív élményeink vannak. Valójában a saját szeméttelepünk bűzét érezzük, csak azon keresztül szűrődik át a valóság. Mi történik akkor, hogyha valaki a gondolataink keresztül szűri a valóságot? Ezt úgy hívják, hogy előítélet. Megvannak a szűrőim hogy te csak jó ember lehetsz, te meg csak rossz ember lehetsz. Rád nézek, és már tudom, hogy ki vagy. És ezek az előítéletek elképesztően torzítják a másik emberről alkotott képet, és így a világról alkotott képet is. Érzelmileg még bonyolultabb a helyzet, mert a tudattalanunk nagy része az érzelmi érzékszerű tapasztalatokból áll, a gondolat az pár százalék. Akármilyen okosnak gondoljuk magunkat. Miért? Az érzelmeinket sokkal gyorsabban elnyomjuk. Sokkal jobban félünk attól az energetikától, ami a szívben van, mint ami itt a homlok csakrában. A gondolatok sokkal könnyedebbek, ahhoz képest, hogy az érzelmeink mind elképesztően át tudnak minket változtatni. Amikor a zenben az előkészítő gyakorlatokról van szó, annak van három fázisa a leborulás, az első, ahol a fizikum segítségével, a leborulás gyakorlatával ezeket a csakrákat kitisztítjuk. És a tantient pedig megerősítjük, mint középpont. Ez hogy működik? Ez úgy működik, hogy van kívül egy buddha és belül egy buddha természeted. És a kettő közti kapcsolat helyreáll helyreáll a leborulás által, amikor a buthát, a benned lévő buthát, egyszer mint a történelmi buthát magad fölé emeled, és tiszteletet adsz a teljes pátriárkális vonalnak, illetve a te budha természeted, az lesz belül a legfontosabb, nem pedig a személyiséged összes többi hány torgása, lásd csak rák tartalmai. Na most mi Ázsiában ezt évekig gyakoroltuk, az elvonulásuk alatt napi több százat, és az általános tapasztalásunk az volt, hogy elképesztően letisztít és megerősít. Ha mindenki csak eljutna 108 leborulásig naponta, nagyon másként látnánk a világot és magunkat, és sokkal erősebb és tisztább tudattal élnénk. Ez azt jelentené, hogy a reaktív elmeink nem uralna minket annyira, nem lennének hibásan kimondott szavaink, reakcióink olyan tömegben nem lennénk annyira az érzelmi és gondolati reakcióink súlya alatt. Meg tudnánk maradni egy kicsit a pillanatban, tisztán, hullámzásmentesen. A leborulás az, ha helyesen végezzük, és fejben nem akadunk el, akkor elkezdi ezt a mikrokozmikus energiakört pördíteni és tisztítani, ahol ez az energia, amit mi megéreztünk a két tenyér között, elkezd áramlani lefelé elől, Fölfelé, hátul. Mert amikor levegyünk, akkor kilélegzünk, és amikor feljövünk, akkor belélegzünk. Nem csináljuk sem túl lassan, sem túl gyorsan. Hogyha ezt közösen csináljuk a gyakorlótásainkkal, akkor nem csak hozzáadunk az energiához, hanem szorzódik fölfelé. És ez azért lenne fontos, mert hogyha csak a saját egoitásunk van a csúcson, magyarul én vagyok a legfontosabb, mindenki saját maga számára, ami egy természetes és szokásos emberi hozzáállás, akkor nem tudunk az egoitásunkon túllépni. Akkor mindig csattanunk. Akkor mindig valami hamis önképet kapunk és adunk. Úgyhogy ez a fajta tisztulás, ami ennek a mikrokozmikus energiakörnek a folyamatos áramlásával és áramoltatásával elérhető, ez ahhoz hasonlít, mint amikor tényleg a karmánk vastag jégtakaróját megtörjük. Egy jó kis jégtörővel. Ez a hasonlat azért sántít egyre jobban, mert egyre kevesebb jég van a világon, és az is elég gyorsan olvad. Úgyhogy ez baj. Ki kell dolgoznom majd egy másik hasonlatot, de most ez működik. És amíg van jég, amíg emlékezhetünk rá, addig működni is fog. Tehát a kőkemény személyiség kéreg, a kőkemény egóréteg, ami bennünk az abszolútnak gondolt személyiség, az az egoitás. Ahogy a víznek több halmaz állapota van, ugye a jeget is meg lehet olvasztani, lehet belőle víz, és a vízből lehet gőz és abból felhő. A mantra praxis az az, ami felfűti a jégdarabokban bővelkedő vizet egész forráspontig. És ezt is lehet leborulás közben gyakorolni, de anélkül is. Álló meditációval, járó meditációval és ülő meditációval egyaránt. Miért fontos ez? A legkeményebb tapasztalás ennek az energiáramlásnak a leborulás. A kicsit lágyabb a járás, egy kicsit még kevésbé intenzív az állás, és a legnyugalmasabb az az ülés. Látjuk, hogy a lélegzet és a test mennyit mozog egyik, másik, harmadik, negyedik mozgásfajta alatt. Igen, ám, csak hogyha a magas nyomású mosót egyre lejjebb csavarjuk, és már csak csepeg, akkor a kocsiról a kosz nem fog lejönni. Tehát a leborulása azért van szükség, és Szumszán Zemmester évtizedeken át napi ötszázat, néha ezret csinált, mert nem lehet elég tiszta a tudatod ebben a világban pillanatok alatt beszennyezzük a legfinomabb és a legkeményebb szennyeződésekkel. Egyszerűen olyan információ élünk, és annyira gyönge a centerünk, kevés energia van a tantiemben, hogy kényszerűen azonosulunk a magunk és mások gondolkodásával, érzelmeivel, impulzusaival, érintéseivel. És ezért csodálkozunk, hogy az akaratunk nem elég erős, Csodálkozunk, hogy az életünk terve néha úgy tűnik darabokra van törve. Csodálkozunk azon, hogy másoknak ki vagyunk téve úgy, hogy azt hisszük, hogy egy másik embertől függ az életünk. Ez mind-mind azért van, mert a mentális csakráink túl vannak töltve, ráadásul téves információval vannak töltve, ráadásul azonosulunk is ezekkel a tévedésekkel, hogy ezért van olyan minőségű életünk, amilyen hogyha ezek a központok tiszták lennének, a bennük lévő információs energia frissülne, ha lenne egy stabil pont, például a tantiemben ez az elképesztően erős köldök csakra tudatosság, akkor semmi nem lenne, ami kibillenthetne minket, a béketűrésünkből kihozhatna a sodrunkból, elködösíthetni a látásunkat. Amikor nem elég erős a centrum, itt a köldökben, akkor így föl tud jönni a csí, nem lefelé megy, hanem följön hirtelen, amikor egy csakrának az intenzív tartalma, legyen az a szív, az érzelmeidben megtámadtak, gondolat, valaki nem ad neked igazat, vagy túl bonyolult az Excel tábla, így fölrántja az energiát, és akkor fejfájásod van, szívdobogás, aritmia, anginás tünetek, szívinfarktus, sorolja. Ez kínai kurjaiul szangi, fölfelé szálló csi, annyira veszélyes, hogy ennek külön nevet adtak. Meditálóknál tehát nagyon fontos, hogy épp az adott tudatállapotban milyen gyakorlatokat végzünk. És a nyugat ott tévedett, hogy rögtön az ülés sajátította el, és az előkészítő gyakorlatokat pedig csak azok, akik a hagyományt élőben, mestertől, szangától tapasztalat útján tanulták meg, és nem csak könyvekből. Láttál már leboruló szobrot? Ja, hogy nem? Ilyen mantrázó éneklőt sem, csak tudjuk, hogy énekelnek. De ülőt az több ezret. Rengeteget. Tehát a nyugat ezt látta, és lemásolta, hogy akkor így kezdjünk el ülni. Pedig, ha a leborulás egy égtörés, a mantra a vízforralás, akkor az ülés, ez a felhők elfúvása egy gyöngét passzát szélel. De egy gyöngét passzát szélel, jéghegyette még nem olvasztottál meg. És ezért van az, hogy nyugaton szépen leülünk, és olyan adás kezd el itt belül menni, hogy te el nem tudod képzelni, hogy itt ettől kinek lesz jobb. Hogy itt hogy leszel te nyugodtabb, hogy leszel te kiegyensúlyozottabb, hogy az egész miért működik neked így, Holott állítólag 2500 éve jó páran ezáltal elérték a megvilágosodást, én meg szenvedek, mint a kutya. Hogy van ez? Ez úgy van, hogy megint fordítva ül a nyugat a lovon, több szempontból ö, megtörténik ez, de az, hogy a módszert nem értjük, mert könyvekből tanuljuk, és nem élő tanítótól, ez az egyik. A másik, hogy alapvetően a saját magunk céljaira szeretnénk felhasználni, hogy én legyek boldogabb hogy én érjem el a felébredést. Hogy én nekem jobb legyen. És nem úgy, hogy érjem el a felébredést és segítsek minden lénynek. Tehát a motiváció végig személyes marad, és így a karmának a tapasztalata is személyes marad. A siker és a kudarc is az énség határaim belül van, és valójában a komfortzónámon kívül nem csináltam semmit. Ezért is fordítva ül a nyugat a lovon, és ha ezt így nézzük, ebből a szemszögből, akkor a múlt század 50-es, 60-as éveiben, amikor Indiából, Kínából, Japánból, Koreából, Tibetből és egyéb dél országokból jött a tan nyugatra, az hasonlítható ahhoz, mint hogyha egy gondatlanul őrzött laboratóriumból egy biológiai fegyver elszabadult volna. Nem túlzás a hasonlat. Tehát annyira más kontextusban, mint a nyugat, csak könyvek által, és nagyon kevés élő hagyományt viselő tanító által ezt megismerni, nagyon veszélyes. Amikor az ember túl messzire megy a téves nézetekkel, és úgy gyakorol, ahogy csak ő akarja, de nem úgy, ahogy kéne, akkor úgynevezett darma balesetek történhetnek. Azért darma baleset, mert úgy tűnik, hogy ő valami jót szeretne, de mégis valami katasztrofális történik. Az egyik, amit már említettem, hogy megakad a fejében az energia, és elkezdi kisütni itt a kis agykérgét, mert nagyon ragaszkodik a gondolkodásához, felhúzta a csít, de már levinni nem tudja. Ekkor a mentál teste túltöltődik, az energiáját azt széttagolja, és részben kiröpíti a testből. És amikor a mentáltest, az energiatest és a fizikai test tartósan nem egyezik, az az őrület. Tehát, hogyha a köré rajzolunk ilyen kis köröket, akkor az első az a fizikai test, utána az energiatest, utána a mentáltest, és utána még van, csak az már nem személyes, azt most nem hozom ide. De ha ezek a testek, mint középpont, mint kör, tartósan szét vannak tagolva, az egyik középpontja itt van, mert a gravitációs központja a testnek az mindig a köldök. Nézd meg a gyereket, újszülöttet így alátámasztasz a köldökénél, simán így fölemelheted, nem fog leesni. Ugrók mindig a köldök csak a körülpördülnek meg. Tehát a gravitációs középpont az itt van. Hol van az energia középpontod? Hol van a mentáltested középpontja? Itt, itt, itt még lejjebb. Na ez az, amikor ezek a finom testek széttagolódnak, vagy a finom test elemei széttagolódnak, és hogyha tartósan egymáson kívül kerülnek ezek, akkor a lélek nincs rendesen a testben. Amikor a lélek nincs a testben tartósan, nagy részt kint, akkor van hasadt tudat. Többféle módon tud hasadni, erről ilyen sok-sok diagnózis van pszichiátriai tankönyvekben, de az eredetét nem nagyon tudják, és ezért csak kémiai úton tudnak kezelni. Rengeteg pszichoaktív gyógyszerrel. Lezárják a tudat küszöböt, nehogy a tudattalamból ezek az üzenetek, hogy barátom, benned óriási baj van, és főleg a szimbolikus gondolkodás terén jönnek ezek az üzenetek, meg az érzelmek terén, ezek ne érhessék el a tudatos személyiség tárházát vagy kapuját mert szétrobbantaná. Ez a működésképtelen diszfunkcionális személyiség. Ezt azért mondom, mert euh, amit tanítunk, az világos, egyértelmű, egyszerű, biztonságos, cselekedhető. De hogyha valaki elkezd csufni-tuningolni, és a saját kis feje után könyvekből ezt elkezdi csinálgatni, mert szerintem ő okosabb mindenkinél, akkor készüljön föl erre a hatásra, Ugye egy ideig persze megy, mert nagyon okos, utána pedig úgy veri a fejét a falba, hogy kell. És ha nincs tanító körülötte, ha nincs egy élő tanítás körülötte, ha nincs egy szang, egy közösség körülötte, akkor bármelyik csakrája töltődik, nem tud mit csinálni, el fogja hinni. Azonosulni fog a gondolkodásával, a beszédével, az érzelmeivel. Mert én megmondtam, mert én így érzem, mert én így gondolom. Ez semmi baj nem lenne, ha nem lenne mögötte ez a kőkemény énség, na most mindegyikünk tudja, hogy a legkeményebb kőzet is darabokra törhető, hogy hány millió év alatt teljesen mindegy. Minden énségnek van egy gyenge pontja, ott valami, valaki bemegy, robban szét az egész. Tehát pont ennek az énségnek a szisztematikus, világos lebontása a cél, a hagyományvonalakat erre találták ki hogy neked ne kelljen megőrülnöd és szenvedned ahhoz, hogy letisztulj és igazi önvalódat tapasztald. Ez ennyire egyszerű. De hogyha valamilyen hagyományvonalat nem gyakorlunk, akkor sajnos bekövetkezhetnek ezek a darma balesetek, és a zenben pont ezért hangsúlyozzuk a nem tudomot, a nem tudható tapasztalatát a tiszta, tükörszerű, tárgyatlan tudat tapasztalatát. Hogy ne azonosuljunk semmivel sem, ami a tudat terében fölmerül. Tükrözzük, nem reagálunk rá, engedjük a helyére kerülni, és a duális reakció nélküli karma automatikusan a helyére kerül. Úgyhogy nagyjából ennyi a csakrákról, úgyhogy a legfontosabb ez az alsó égető, a köldökcsakra, mert a taoizmusban hármat használtak csak. A szívcsakra az a középső égető, és a homlokcsakra a felső. És kész. Ennyi. Nekik ennyi elég volt. Tehát a csakra szó szerint kört jelent. Kör, amelynek a bensejében más minőség van, mint azon kívül. Tehát ezért a gondolatok a homlok csak belül vannak, de hát ennek ugye van bejárata és hátul a tarkon kiárata. Ezt nem mindenki tudja. Szívcsakra, itt a kis szedcsont fölött, a szívecskét tájékán van a bejárat, lapocka között a kiárat, és szépen így lefele az összes. Ezért vigyázunk keresztcsontra vagy farokcsontra, mert ott pedig a kis szervünknek a hátsó kiárata van, aki oda kap egy ütést, mondjuk rosszul esett, vagy ö, hasonló, ott a funkciók károsodhatnak. Például meditáció közben gyakran kapom azt, hogy senkit nem vertek hátba bottal, de mégis a két lapockája között elképesztő fájdalmat érez már a 30. perc környékén, holott csak 40-et kéne ülni. Ez azt jelenti, hogy felhalmozott érzelmi karma van a tudattalamban, és amíg bizonyos mennyiségű leborulást el nem végzünk, és tényleg balta egyszerű a gyakorlat, semmi faxni nincs benne, addig az a lerakódásod fájni fog, ki fog jönni. Ugyanúgy tarkófájdalom, homlokfájdalom, ez azt jelenti, hogy a csakrán a lerakódott kérekszerű karma elkezdtene tisztulni, ha hagyod, ha megcsinálod. Ha meg nem, akkor félbe marad. Úgyhogy ezért hangsúlyoznám tisztelettel azt, hogy a zen az nem programozza a csakráinkat semmire. Nem mondja meg, hogy mire gondolj, mit érez, mit mondj, és mit tégy ebben a pillanatban. Ismert föl saját magad. Ennek a felismerésnek az alapja ez a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat. Ezt az alapot tisztázzuk le. Ezért van tantien fókusz. És így a végén egy aprócska anekdota, hogy a Japánba bekerült a zen viszonylag későn, tehát bőven Kína és Korea után, és most, amikor a nyugat zent tapasztal, nagy részt Japánt lát. Kis részben koreait, kis részben kínait. És nem tudja elképzelni a nyugati, hogy a szamurák kultúrával a zen nem azonos már pedig eredetileg nem azonos. Kóreában semmiféle harcoló alakulat nem vette fel a zent. Az igaz, hogy amikor Japán megtámadta Kóreát 1590-ben és 92 ben akkor a szerzetesek is kardot ragadtak, amikor a japánok felégették, lerombolták a templomaikat. De egyébként Koreába úgy került be Kínából azen, hogy semmiféle harcot nem tanítottak mellé kívül, csak belül. Japánban tehát főleg a rinzai változat az ilyen kőkemény szamurái mentalitás, és rengeteg buddhista elem ment át úgy a japán kultúrába, hogy az eredeti tannak a szándékát már nem tükrözte. Ez volt például a legfontosabb pont, mint Tantien a szepukuhoz, más szóval Harakirihez. Amikor egy szamurái elvesztette a becsületét, akár azért, mert legyőzték, akár azért, mert árulóvá vált, volt még egy pár ilyen, akit ez érdekel, az olvassal a Hagakurét, ami a kézikönyve vagy kódja a szamurái életnek, japánul busidónak, a vitéz útjának, a harcos útjának. Akkor ebbe a tantienbe döfték bele a kisebbik katanájukat, és utána fölhúzták a napfonatig, és egy kicsit balra. Tehát ez a két fontos csakra volt számukra az élet és halál közti átjáró. És a szomorú tény az, hogy itt annyira nincs létfontos szerv, hogy nagyon gyakran, órákig esetleg egy-két napig kínlódtak, míg meghaltak. Tehát ennyire félre lehet érteni az egészet. Tehát, hogy a tantien a legfontosabb, az az energiakert, az az a pont, ahol a tisztaság, a tudat, a felébredés, az egyévállás van, tehát oda szúrjuk, mert akkor biztos, hogy meghalunk. És kiderül, hogy nem. Ezért volt mindig legalábbis a rangúak szeppukujánál jelen egy másik szamuráj, aki a döfés és húzás pillanatában levágta a fejét. És még számos olyan elemet tudnék mondani, ahol például a négy nemes igazságból a szenvedés és a szenvedés megszüntetése az úgy lett apostrofálva, hogy igen, a harc a háború szenvedés, és a szenvedés megszüntetésének az az együttérző útja, hogy az ellenfelemet rövid úton végzem ki, és nem hosszan. Így. Tehát ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden hagyománynak, amelyik a nem kettősség útját járja, a felébredés a célja, a felébredés elvezethet az együttérzéshez, a bölcsességhez és az önzetlen segítséghez, ha hagyjuk. De ha nem hagyjuk, akkor elkezdünk fordítva ülni a lovon, és kisajátítjuk a tant a magunk személyes, családi vagy csoportos szükségeire, és elkezdjük átszabni. Elkezdjük csak azt megnézni belőle, ami nekünk kell, ami a miénységünket visszaigazolja, a mi életformánkat segíti. De ami azon túl van, azt nem vagyunk hajlandóak látni. Úgyhogy ezért kell nagyon világosan a maga megszabadulás és megszabadítás szempontjából figyelni azent, és minden, ami advaita, minden, ami nem kettősség alapú tan, legyen az védánta, joga és egyebek, hogy ne térjünk el az eredeti céltól. Ha az eredeti céltól eltérünk, akkor egy űrhajóval megyünk a tesco bevásárolni. Eredmény fölrobban az áruház. Ez a darma balesetnek egy másik formája. Nem riogatok senkit. Azért mondom el ezeket, mert ez, amit mi művelünk, ez a zennek, ugye a buddhizmusnak a felnőtt változata. Nem nézünk gyermeknek senkit. Ezért nincs ilyen tutújgatás, hogy jaj, te kis tanítvány, hát benned is van buddha természet, meg benned is, és benned is, és mindannyian meg fogunk világosodni. Ide jó ez. Na most ezt is lehetne mondani, csak félrevezető lenne. Azért, mert a buddha természet, mint a megvilágosodás alapja, mint képessége, tényleg megvan mindannyiunkban, de a rárakódott karmáról beszéltem most. Hogy milyen vastag karma van a tükrödön. És ezeknek a lerakódásoknak a helyét, ezeket ki kell mutatni. Igen, a zseni is itt van fejben. De az őrült is itt van fejben. És mi a különbség? Hogy a géniusz elképesztő komplex gondolkodását kreativitásra használja, és kapcsolódik a világegyetemhez. És valami olyat tudunk meg a zsenitől, amit egyébként nem. De ha egy picit tovább megy, és ez az elképesztő zsenialitás leválik a világról, és elveszti a valóság alapját, akkor elkezd egy terméketlen abstrakcióba menni, és megőrül. Elkezd egy farkába harapó kutyaként körbe-körbe forogni. És ezért a zsenit és az őrültet a művészt és a szörnyeteget egy hajszál választja el. Én kívánom, hogy mindenki ismerje fel ezt a hajszálat, és ne vágja el. Maradjon abban az irányban, ami egészséges, ami tiszta, ami önzetlen, amely által az életünk minőségibb lesz, az együttérző, bölcs és önzetlen segítséggel áthatott magatartásunk által. Ennek hallottuk az egyik működési módját, a csakrákon keresztül, a kockázati tényezőket, és azt, hogy hogyan lehet, és azt mondom, kell ezt jól csinálni. A bevezető végén pedig szeretném hangsúlyozni, hogy a zen az csak az egyik út a sok lehetséges út közül. Amennyire működő tudást kaptok itt, tapasztalati alapút, nem ez az egyetlen, amivel ezt az utat helyesen lehet járni. Kinek van kérdése? Azt szeretném kérdezni, hogy állatoknak is lehet kérni ott a templomban ilyen búcsúztató szertartást? Lehet, de nem szoktunk. Ezt így magánkertben lehet intézni, és megmondjuk, hogy milyen szertartás. Az állata sokkal jobban így a gazdájához tartozik. És námo ami tábul mantrát lehet ilyenkor énekelni, és a búcsúztatásnak elmondjuk a menetét, de ezt a uh, hagyomány sem szokta, hogy uh, állatokat búcsúztatunk mm. templomban. Az emberekkel épp elég gond van. Yeah. Azokkal foglalkozunk. Yeah, Jó, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mondtad itt az előbb, hogy ha elesünk, vagy megütjük a farokcsontunkat, azáltal ott történhet az uh, energia áramlásába valami. Én leestem évekkel ezelőtt egy lépcsőről, és öt lépcsőfokot zuhantam, vagy mentem a farokcsonton, és egy hónapig eléggé fájt. És utána kiderült egy jó pár év múlva, hogy a alsó gyökércsakrám nem úgy működik én szerintem, ahogy kellett volna, és vastagbél daganatom lett, hogy ez összefügghet a kettő vagy három, hogy... Felelősen innen ezt megmondani senki. Tehát, hogyha vastabb daganat van, tessék egy jó orvoshoz elmenni és kivizsgálni. Ha pedig úgy érzed, hogy itt alsó gerinc problémák vannak, akkor egy úgynevezett gerincvédő tornát vagy gerincjavító jogát elvégezni. Most már nagyon sok ilyen van, és a jogának az a része, ami ászana és pránajáma, tehát a nyolcból a harmadik és a negyedik szint, az erre pont alkalmas, hogy például a derékban, ha lerakódott valami, ami izmot, korongot, porcot, csontot fog, akkor azt a berögződést, ami felesleges, azt kiveszi, és azt a tartást meghagyja, amire szükség van. Úgyhogy itt is egy aktív hozzáállás kell, amit részedről nem van a kétségbe. Sőt, sőt, aktivitás az bőven van, csak bírja, aki közeledben van, az nagyon fontos. Ezért ezt a tevékenységet néha a szó jó értelmében magadra is tudod irányítani. Tessék tehát energia és fizikai gyakorlatokkal rendbetenni ezt. Már a napüdvözletnél kiderül, hogyha derékben valami probléma van. Jó, tehát Jó. akkor a gyökércsakrának az erősítése, meg a csakrának, akkor ehhez kell az a gyakorlat, amit mondasz. Itt az egész rendszert erősítik. Nem Jó, az egyik vagy másik csakrát, mert akkor elkezd az egyensúly eltolódni a másik irányba. Tehát amikor van egy hajónk, és a kapitány egy kicsikét figyelmetlen, akkor engedi az utasokat mindig a jobb oldalra át, mert ott megy le a nap. És akkor elkezd a hajó itt dőlni, és amikor már elérik 15-20 fokot, az már nagyon gáz, és akkor kedves utasaink, ne tartózkodjanak a jobb oldalon. Ja, és akkor mindenki átmegy a bal oldalra, és akkor visszadől a hajó, és akkor ugyanaz van balra. Tehát tessék az egyensúlyt megtartani, és ehhez kell a nem mozduló tudat, nem mozduló test és nem mozduló energia. Ez viszont eredmény, nem pedig előzetes feltétel. Ezért kell az egész rendszer tisztítani, és nem egy vagy más dolgot benne. Okay? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egy napos nem voltam eddig, és gyakorlok kihagyásokkal a meditációt, és a leborulást is csinálom, és mindig az az aggályom, nem minden nap csinálom, szóval még ebbe fejlődnöm kell, hogy számolni kell közben a száznyót. Te annyira precíz vagy, tehát te vagy a jó tanuló. Te vagy a jó tanuló, aki, aki jól csinál, és nézd, első padba ülsz, és tisztelettel kérdezed a tanítót. Az iskola éveid nagy részt így tettek el. Igen. Ugye? Nem is nagyon hiányoztál. Tehát az iskolából. De a lényeg az, hogy ilyenkor egy malával számolunk, tehát mechanikus, nem pedig kognitív számolás van, mindegyik malán vagy füzéren hmm. van egy ilyen központi nagyobb golyócska, antól elindítjuk, és amikor végigért a 108, akkor a hüvely hogy tényleg megint a nagyobb bütyök van itt, és akkor végigért el a 108. Akkor van vége. Igen. A modern világban, nem most már digitálisan is megvan ugyanez, van egy ilyen kis újraköthető köthető prüntjögő. És amikor leborulsz, fölfelé, akkor nyomsz egyet rajta, és akkor digitálisan ez prüntjög, amikor befejezted, képzeld el. Mm -hmm. De én javaslom a fát. Van malám, és... nem kell hozzá gombelem. Tessék. Bocsánat. Van malám, és nem tudtam használni, mert akkor meg ott bénáztam, hogy jaj, akkor a kezem, meg akkor mert arra figyeltem egy hogy akkor még stenem, egy. Ne met... vesszünk el a részletekben. Tehát az van, hogy nem a másik kezeddel húzod így keresztbe ugyanazzal és körbe megy, tehát a, a nagymala, a nagy, de megtanítjuk szívesen, a nagymala, az kétkezes, mint a motring. Uh -huh. Ki az, aki még motringolt, hölgyeim, amikor kötésbe volt, ugye? A motring, így széthúztam a motringot, és így húzzuk. Van olyan, hogy 36-os mala, meg 27-es. Ez általában kint nincs, de hogyha praktikus vagy, akkor csinálod. 36-osból az három kör. Azt még meg is lehet jegyezni hogy az elsőnél tartasz, vagy a másodiknál, vagy a harmadiknál. A lábad mindig megmondja, hogy hanyadik körnél vagy. Igen, de ez <laughs> nagy gond, hogyha, tehát, hogy, hogyha számolok, nagy, akkor... nagy mert beleragadsz az okosságba. Aha. És akkor a leborulás egyenlő lesz azzal, hogy kettő, három, Négy. Egy, igen, öt. mint egy ilyen fizikai... Én gyerekkoromban, mert sok olyan helyen voltak rokonaink, ahol volt vasútvonal. Például. Debrecenben a Fényes udvarban lakott Józsi bácsi, a nagybátyám, nyugodjon békében. És ott ment el a fővonal a ház mögött. És mindig ebéd után, amikor zajlott a családi megbeszélés, és én nagyon nem akartam ott lenni, egy ilyen kis mini tínédzserként, kiültem az erkér, és számoltam. És általában emlékszem, 120 kocsis teherszerelvények mentek el, és 11-12 kocsis személyvonatok mentek el. De annak még voltám, tehát az, az ment, azt az szólt rendesen. És elindult a vonat, így két-három perc, amíg a teherszerelvény véget ért. Na most nekem ez megmaradt, ez egy ilyen nyugalmi állapot volt, hogy jött a mozdony, egy ilyen jó kis V43-as, vagy pedig, hogyha testvérektől jött, akkor valami dízel, ugye? És akkor jött a vonat, és tadam, tadam, és nagyon sok tadam, tadam. És akkor volt egy fa, és ahhoz lőttem, hogy egy, kettő, három. És én ezt szerettem. Na, a a kb. ideig jutsz, hogy megszámolod a teherszerelvényt. De azért kell a gondolkodást ebből kiiktatni, hogy juss el egy nem fogalmi tudatállapotig. Hogy az egész pördüljön meg annyira, hogy már így sincs ez a kattogás. Én például próbáltam mantrával, mert nagyon sokan több millióan mantrázva borulnak le, nekem nem ment. Én csak a lélegzetet figyeltem, a teret, a testmozgását, ez bőven elég volt. Úgy ki tud tágulni a tudat tere, ahogy kell. Miért kell a tágas tudati tér, hölgyeim és uraim? Azért, hogy a stresszet beleférjen. Hogy a másik ember hülyessége beleférjen hogy a saját nyomorod, ami a múltbéli karmáthoz való ragaszkodásodból származik, beleférjen. És ne dobd szét a rendszert azért, mert most hirtelen még egy tudattárgya kell figyelni. Még egy embert el kell viselni. Időre haza kell menni. Meg kell főzni, ki kell mosni, ki kell teregetni, és még tolerálni a családtagodat is. Ha nincs elég nagy tudati tered, nincs elég erős tantiened, egy bizonyos terhelés után olyan pofont adsz annak, aki épp nem tetszik neked, hogy csak úgy cseng, és nem lehet a pofont visszaszívni. Meg lehet bánni, bocsánatot lehet kérni, de visszacsattintani nem lehet. Az már elcsattant, látás. Tehát figyeljünk erre, ahogy mondtam az előbb, a centered erőssége, az fordítottan arányos a reaktív tudatod gyorsaságával, vagy éppen kitettséggel. Gyorsan lehet reagálni tisztán is, de nem kényszeresen. Tehát vitatkoztak? Kérdezi a rendőr. Nem, törzsőrmester úr, én rögtön pofán vágtam. Tehát ez a reaktív tudattal való helytelen bánásmód. Ha erős a center, akkor kiderül, hogy tényleg pofán kell levágni, vagy nem. És általában nem. Akkor jön a viszont pofánvágás, kiverjük egymás fogát, beverjük egymás állkapcsát, és egyszer csak azt mondjuk, hogy elég volt. Nem lehetett volna az első ütés előtt azt mondani, hogy elég volt? És az emberek többségén általában nem. A szenvedés tanítja a legtöbbünket, és nem a belátás. Tehát ezért van óriási szerepe annak, hogy a tudati tered legyen elég nagy, a tükröd legyen elég stabil, a centered legyen elég erős, és akkor belefér az összes ellentét, az összes paradox, az összes zaj, az összes zavaró tényező, és nem csak ez történik, hogy te ilyen szuper tolerás, szenvedő nagymama leszel, hanem ezek mind eszközzé válnak, ahelyett, hogy akadályként tornyosuljanak előtted. Eszközzé válnak a tanulásra, a fejlődésre, az ébredésre. Miért? Mert ezt választottad. Te azt választottad, hogy a trágyából komposztot csinálsz. Nem pedig fejesd bele a halomba, és üvöltesz, hogy büdös. Ez az önsajnálat. Meglátjuk saját karmánk szép kecses trágyadombját, benne a cserebogá csimaszokat, és rajta a madarakat, amelyek ott szeretve csipegetik. Ugye? Tehát az élővilágnak nincs gondja a trágyával, nekünk van. De ha nincs annyi eszünk, hogy a trágyából komposztot csináljunk, a komposztot pedig szépen a zöldséges kertbe hasznosítsuk, akkor a karmánk olyan büdös lesz, hogy az borzalmas. Megerjedt egóítás, kérem szépen. Ugye? Úgyhogy ezért kell ez a nagy tudati tér, a tiszta tükör, az erős center, hogy tudjuk már ennek a stabilitásnak a birtokában transformálni egy kicsit azt, ami bennünk van, és ami jön felénk, másokból, a világból. Na most ez az alapminőség, hogyha valaki a zenkörrel már ismerkedett, ez a 180 fok, az a mozdulatlan tudat, tiszta tükör, erős center, amelyet ebben a pillanatban egy picit mindenki elért, mert amikor hallottad az ütést, nem gondolkodtál. Ezért csináljuk a nem gondolkodó praxist, hogy ne fogyaszd el az értékes pránádat a felső csakrád állandó hánytorgásával. Miért? Mert ez az energia, amit tapasztaltunk az elején, ez véges. Véges. Amikor kifogy, meghalunk. Ennyi. Amíg van, addig tessék használni. Az ember élet sok mindenre jó, de ha nem ébredsz, ha nem fejlődsz, ha nem segítesz, akkor nem tudatosodsz. És akkor ilyen intelligensnek mondott tápcsatornaként végigéltünk x évtizedet, visszanézel, és érdemben nem csináltál semmit. Tehát belül nem történt semmi. Csak túléltél, csak teremtettél, csak birtokoltál, az kész. Mit változtál? Mennyivel mentél följebb? Na ez a kérdés. Úgyhogy ezért jó a kérdés. Ki még? Amikor valakinek azt mondják, hogy bölcs lélek, az alatt mit kell pontosan érteni? Mutasd nekem egy bölcs lelket. Maga a leszületés ide egy nagyon kétséges értelmű vállalkozás. De akkor emberek miért használják? A bölcset? A, azt, hogy bölcs lélek, maga ezt a kifejezést. Mondom, mutass egy bölcs lelket, és megmondom. Köszönöm. Szívesen. Kérdezhetek még egyet? Légy szíves. <laughs> Jó. Uh, vannak bizonyos emberi hangok, amik uh, zavaróak számomra. Tehát. Uh, vagy olyan hangszínen, vagy a stílus, vagy bármi egyéb más, és általában ignorálni szoktam. Viszont, hogyha mondjuk koncerten vagyunk, vagy hazafelé megyek autóban zenét hallgatok, akkor bármilyen hangerő, de az jó. Azt szeretem. Tehát, hogyha magamnak állítom, az úgy jó. Viszont vannak olyan emberek, akikkel egyszerűen Emberekkel foglalkozom, tehát emberekkel dolgozom. Hát ez micsoda meglepetés! De nem, nem tudom a hangjukat elviselni. Mi van a hangban? Hát Mi az, a... ami az emberi hangban Hát az energiájuk. Oké. Okay. Milyen információ tartalma van annak az energiának? Nem menekülsz? Hát van, amikor számomra lényegtelen. Az nem zavar? Mi az, ami zavar? Talán az zavar, hogy nem tudja magát rendesen kifejezni. Dehogy nem. Nagyon is jól. Viszont vannak olyan érzelmek és gondolatok, főleg érzelmek, amelyek a hangban implicite tudat alatt átjönnek, és iszonyatosan zavaróak. Ezt csak akkor tudod felszíne hozni, amikor az illető nincs ott. Tehát nem aktív a kommunikáció, akkor neked védekezned kell, és szeparálni azt, amit te hallani akarsz, meg amit hallanod kell. És amikor visszaidézed a hangot, nekem is van egy jó pár ilyen zavaró freki, hogy mi az, ami ebben az emberben engem zavar. És visszaidézed a hangot, és kijön, mint egy ilyen, kitömörítése az emberi hangnak, és így különböző magas, közép, mély frekvenciák, és kiválasztod azt, ami a legjobban irritál, és rákérdez, hogy mi ez, honnan jön. És nagyon-nagyon sokszor, sőt, többségében egy olyan vivő érzelem van benne, amivel mi nem akarunk kapcsolatba kerülni. Az agressziótól kezdve a manipulatív tartalmakig minden. És a hang rezdülése már eldönt, hogy megbízol-e valakiben vagy sem. Nézd meg a reklámhangokat. Tehát, hogy a reklámhangokat miért csinálják olyanra, hát, hogy mély férfi hang, vagy nagyon szép alt női hang. Nem hallasz ilyen ultraéles, koloratúr szopránokat, vagy ilyen makogó férfi tenorokat sem. Mert olyan hangokat szeretnének a gyártók és a megbízott reklámügynökségek alkalmazni, amelyek bizalmat, biztonságot, Pozitív jövőképet, ilyesmit teremtenek, és ezáltal te megveszed a terméket, mert a hang rezgését azonosítod a vizualitással, ami épp ott téged elér a képernyőn keresztül. És innentől kezdve nézd meg, hogyha valaki a saját természetesnek mondható hangjával kommunikál veled, abban mi van? Mi az, amit még meg kell hallani a verbális üzeneten kívül? Jó? Jó. És hogyha azt tudod tolerálni, akkor tolerálod az embert is. De az nagyon tágtudati tér kell, nagyon jó belső tükör kell, hogy erős center kell, hogy például valaki, aki elképesztően agresszív, meggyőző, okos, és így úgy tűnik, hogy téged teljesen elnyom, vagy a meggyőződéseidet tövestül kiforgatja, hogy te azzal szemben agressziómentesen megáld a helyedet. Mert az agresszióra, agresszióval válaszolni, ez egy legkönnyebb dolog. De pusztán asszertívnek maradni, letükrözni, feltransformálni, más üzenettel visszaküldeni ugyanezt az energiát, ez nagyon nehéz, amikor a pillanatban, valós időben ott vagy. Ezért kell néha belül visszaidézni, hogy mi zavart engem tíz perccel ezelőttem? Miért, miért akartam ledöfni egy kötőtűvel? Mi az, ami engem akkor nagyon-nagyon bántott, nagyon megfélemlített? Ez a saját érzelmeinket kell, mint reakció jól látni. És akkor láthatom az azt kiváltó okot is. De amíg én viselkedni akarok, meg szép lélek lenni, meg olyan önképet táplálok, amely épp ott, akkor nem volt igaz, akkor igazságában, a maga természetében azt sem fogom látni, amely azt kiváltotta belőlem. Ezért kell ez a nem mozduló, nem cselekvő, nem reagáló, nem dualizáló tudat. Ez az eredeti. Igen, nehéz. Nehéz? Hát. És ezt kimondta. <laughs> nem tudom. Ugye, ez a nem tudom, ez sokkal jobb. Ebben a nem tudomban nincs nehéz, nincs könnyű, nincs én, nincs más, csak most mit látsz, mit hallasz, mit érzel. Ez a tükör van, semmi más. Oké? Okay? Oké, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Most vagyok itt először, és szeretném, ha segítenél nekem abban, hogy megtaláljam azt a helyet, ahol meg tudom tanulni ezt a tér kibővítést, amiről beszéltél, hogy um, jobban lehessen tolerálni. Ennek a... van egy formai válasza, és egy formától független válasza. A formától függetlent mondom először. Az eredeti tudat mindenkiben benne van. Ennek a terét a saját ragaszkodásaink és hamis azonosulásaink korlátozzák. Amikor az illúziók, az önképek lefoszlanak, akkor az egoitás fala is leomlik. Ekkor a tér kitágul. Ez a formátlan válasz. A formai válasz pedig az, hogy kell egy olyan hagyomány, tehát egy tanító-tanítás és tanítványi közösség, ahol ezt te bizalommal, eredményesen gyakorolhatod és ilyen van. Ilyen van. Itt hatvanban is, a közelben is, a távolban is. Úgyhogy ezt megtalálhatod. Miért van az, hogy én elvégeztem a Prána nadi kettes tanfolyamot, tehát kettesig... Rövid választ fogok adni, azért, mert elkezdted. Ő és kitartottál a végéig, ezért elvégezted. Igen, de mégis, tehát tudom, hogy jó és hatékony volt, de mégse hiszek benne. Tehát, hogy tudom, hogy hatott, de... Tehát, hogy Nem akarok ez zöldségeket ez mondani, ettős. tessék Józsit megkérdezni, Petrezselyem csinálta, Petrezselyemnél a válasz. Személyesen ismerem, láttam a top nadit, eljöttek hozzánk, volt közös előadás, meg minden. Nem szólok bele más hagyományok működésébe. Mindegyik autonóm, mindegyiknek van egy feje, egy kis tor, meg egy kis potrok, mindenhol. Tehát tessék a fejhez menni, hogyha ilyen kérdésed van, hogy ez miért nem működik, vagy miért nem hiszel benne. Zenügyben kérdezzél nyugodtan engem. Mert én látok hasonlóságot a sok, tehát a zen között is, meg amit ők mondtak. Én nem tudok egy valamibe hinni. Tehát én a... Nem tudsz egy valamibe nem. hinni? Jó, tesztkérdés. Belőled hány darab van? Egy, remélem örömmel jelenthetem, hogy a látszat azt mutatja, hogy tényleg. Tehát nincs mögötted egy árnyék, vagy benned ilyen kis matrioska baba, még, 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 még. Tehát belőled az univerzum törvényei szerint csak egy lehet. Tehát ezzel a névvel, ezzel a formával egy darab van, de mindegyikünkből. Ebben tudsz hinni? Igen. Akkor ebben az egyben tudsz hinni? Melyik egyben? Benned, drága, hogy Jó. belőled csak ez az egy Igen. darab van. Tehát van annyi önbizalmat, hogy elhiszed, hogy Igen. ez az egy így működik? Igen. Akkor ez a hagyomány, amely nem megy. Nem tudom. Ez a kérdés. Házi feladat, tessék apával letisztázni a viszonyt. Az, az egész apai vonallal. Jó? Az nagyon nincs rendben. Tehát mindig, amikor a szellemiség, az útválasztás, a hagyomány, stb., ez mind férfi elv, vagy apa elv, mintha a hölgyek ezt nem gyakorolhatnák sikeresen, vagy nem képviselhetnék hitelesen. Emellett ez a probléma, amit benned látok, ez nagyon apukára vezethető vissza, és ezt tessék szíves rendezni. Ez megint nem az én dolgom, ez egy jó terapeuta dolga, tessék megcsinálni. Köszönöm. Nem végeztünk. Ez rohannál elmi, megint félsz. Pedig megtanítottalak, hogy nem kell. Tehát. Hagyományból is egyet fogsz választani. Olyan, hogy csak egyben hiszek, olyan nincs. De az, hogy leszűrted, hogy ezt nem, ezt nem, ezt nem, ezt nem, azt meg igen, olyan van. Párkapcsolat van. Egyben tudsz hinni? Remélem, mert a másik eléggé üvölt. Hány éve? Nem éve, hónapja. De friss! És előtte volt ilyen több éves? Volt. Jó, de elmúlt. Az a több éves megtanította neked, hogy hogy lehet egyben hinni? Igen. Mert a, a hogyan ne, az ugyanolyan fontos, mint a hogyan is, vagy a hogyan igen. Tehát azért csak leszűkítjük ezt, hogyha tudsz egy darab önmagadban hinni, hogy igen, én ez vagyok, ezzel dolgozni. Itt a párom, ő épp ez, ilyen, ő dolgozni, és nem lehet egy rosszabbik estén egy alternatívát keresni, mert akkor hát <laughs> az úgy nem megy. Mert akkor elkezdünk itt alternatívázni, az viszontlátás. Ez a szabadságnak egy elég helytelen felfogása. Tehát amikor arról van szó, hogy egy darab hagyományt tessék kidesztillálni a sok-sok közül, ez tapasztalást jelent, nem pedig azt, hogy ugrándozunk egyik melegágyból a másikba. Jó? Találd meg. Köszönöm. A, a tanítom, mondom, hogy hogy. Csak nézem, hogy remegsz, mert hogyha remegsz, akkor nem tudod befogadni, amit mondok. De mosolyogsz, és ez nagyon jó. Egy hagyomány, ahogy mondtam az előbb, három részből áll. Tanító, tanítás, tanítványi közösség. Ha nem bízol meg a tanítóban, ha alapszinten nem látod át és nem érted a tanítást, vagy ne tudnál beilleszkedni a tanítványi közösségbe, az a hagyomány nem neked való. De ha van egy elővételezett bizalom a tanító felé, például mert kopasz, és nem kócolódik össze a haja, ilyesmi. Vagy érthetőnek tűnik a tanítás, mert például a szomszédom gyereke el szokott rajta aludni. Ne röhögj, én vagyok a nyugtató. Tehát ez nagyon fontos, és én ezt büszkén veszem tudomásul, egyszer ilyet hallottam, hogy szunyém, én nyolc éve nem alszom rendesen. De amikor meghallom a hangulat, akkor azonnal mondom, ennyire unalmas. És azért nem, nem, alvázavaros voltam. Ugye? Tehát a, a legnehezebb egyébként nem ez a kettő, hanem a harmadik, a tanítványi közösség mert abban nem szoktunk beilleszkedni. Tehát olyan önbizalomhiány van, olyan kritika van, olyan projekciók vannak, olyan konstrukciók vannak, hogy téged azért nem szeretlek téged, meg azért nem szeretlek, és te meg különben se szóltál hozzám két hete, te meg úgy öltöztél, és amikor te bejöttél, akkor úgy jöttél be, na én ide nem jövök. Tehát ezek a piszlicsári hülyeségek azok, amelyek az úton nagyon komoly, polhából, elefánt és sziklafal szintű akadályokat tudnak képezni. Tehát ezért nem követjük az elme hülyeségeit. Na most, van-e még kérdésed? Nincs. Nagyon köszönöm. köszönöm, hogy megkérdezted, és hogy kibírtad a válaszadást is. Ezek köszönöm. után szeretettel várunk. Köszönöm. Szívesen. Azt mondtad, hogy a hasnyálmirigynél is van egy csakra. Van bizony napfonat. Igen, igen. Napfonatnak hívják. És hogy igen. Ö, ott a tudatalatti dolgozik. Hát nem csak az. Az olyan, mint egy földalatti rendező pályaudvar. Tehát a Tantienben semmiféle ilyen nagy ideg, meg kereszteződés, meg szerv, ja, ahogy mondtam, nincs. Uh -huh. Itt viszont minden is van. Uh -huh. Itt minden átmegy. És hogyha valakinek olyan egészségügyi problémája van, ami mondjuk ott ütközik ki, akkor lehet, hogy ezzel a... van egy kis probléma? Igen. Tehát például, hogy hogyha hasnyálmirigy problémája van, az nem mindig az emésztés. Hanem mondjuk, az azt hogyha azt problémája van. Hát akkor tessék a szeretettel való kapcsolatot megvizsgálni. Mennyire vagy képes adni és kapni? Tehát a legdurvább az, amikor mondjuk valakivel intim kapcsolatban vagyunk, és ez az intimitást, Hölgyeim és Uraim, most csak közelségként és elkötelezettségként tessék felfogni, idáig jutottunk. De ebben az iszonyú közeli intimitásban képtelen vagyok szeretetet adni és kapni. Ez borzasztó. Ekkor úgy lezár a sejtfal, hogy nincs ez az, az inzulinkulc, amelyik kinyissak. És ekkor elképesztő reakcióink vannak arra, hogy úgy tűnt eddig, hogy szeretjük egymást, de kiderül, hogy mégse. És akkor, ugye, hú, húzzuk a magunk és a másik notáját, nagy részt ilyen kis érzelmi, fizikai dolgokkal. Például az, hogy elkezdünk betegek lenni, hogy figyelmet kapjunk, ez az egyik. Vagy kiírtjuk a másik pozitív érzelmi világát, csak az, hogy elszigetelt legyen. És akkor azért lehet kritizálni, mert ő elszigetelt. És nem jön át hozzám. De ha átjön, odavágok a körmére. Tehát a napfonat, jelzem, hogy bizonyos iskolák nem csak ezt a hasnyálmét gyomorszáj környéki részt, ez kb. olyan kis tenyérnyi, vagy gyermek tenyérnyi, hanem ez az, az egész szálat, ami összeköti, a napfonatot a tantiennel, ezt a vonalat ennek mondják. Én nem, én maradok a körszerű csakráknál. Miért? Mert ez az idegvégződés, ez ott, ez ott azért tud lemez, ez a liftezik a gyomrom, ez is itt van. Na most, amikor túlterheli az embert például egy tudattalan érzelem és impulzus sorral a saját elméje, akkor a hasnyálmirigyben az az napfonatban, mint hogyha én ezer gombost, hogy bám, így beleszúrna és ekkor van az, hogy valami félelem, valami óvás, valami figyelmeztetés ott belecsapott és azért oda, mert a felső chakrak el voltak folytva. Tehát nem gondolhattam, nem mondhattam, vagy hallhattam és nem is érezhettem tudatosan. Innen lement a tudatküszöb alá, mert olyan erős önképváltással járt volna a tudatos jelfogás, hogy ezt elvetettem a tudat előzetesben. A tudat előzetesben már eldöntöttem, hogy nem akarom meggondolni, meghallani, megérezni, ezért a tudatküszöb alatt robbant az egész, és ez az ezernyi gombostű a napfonatban. És ekkor, hogyha ezt érzed, akkor tudod, hogy valamit nem engedtél meg magadnak tudatosan látni, hallani, tapasztalni. Meditációval vissza kell oda menni. Ez nem azt jelenti, hogy a félelmeinket követjük, mert azért ez nagyon komoly félelemcenter. Mint gyomorszájon vág az, hogyha hirtelen egy kutya rádűvölt a kerítés mögül, nem jelenti azt, hogy azon az utcán te nem járhatsz. Csak az, hogy megijedtél a kutyától. Tehát meg kell nézni, hogy pontosan mitől kezdtél el félni. És lehet, hogy a félelmen keresztül kell menni, és immunissá kell válni, és meg kell erősödni, és akkor már a napfonat nem jelez, miért? Mert te tudatosan vállaltad azt. Tehát rá kell nézni, hogy ott milyen karma akarta kiverni a biztosítékot, és bizony néha meg kell patkolni egy kicsikét, hogy te nem engedsz annak, hogy most meg vagy félelembe essél családállítással is lehet például feltárni. Kimutatni, feltárni igen, lehet, igen, kezelni igen. részben lehet, de a gyökereig lemenni nem lehet. Tehát nagyon kitűnő családállító gyakorlóink vannak, ugye, és ők is tudják, hogy a meditáció és a konstelláció együtt tud nagyon jól működni. Ahol kiiktatom egyiket vagy másikat, ott vagy az ébredés, vagy a fejlődés leáll. Tehát vannak, akik ilyen állítás junkik, és különböző négy, hat hetenként, néha három hetenként jönnének, ha lenne, mert olyan szeretet van, olyan biztonság van, az egész környezet így, így, így az együttérzéstől. Igen, de ettől nem fogod a gyökerét kiszedni. De nagyon jó fel lehet tárni, elképesztő szeretetet lehet adni és kapni. Hazamegyünk, Nagyjából három napig tart a csoda, és visszahűlünk a saját egoitásunk szintjére, és beláttuk, de nem transformáltuk. Nem mentünk le a gyökerék, nem húztuk ki. Honnan tudod? Onnan, hogy újra termeled a problémát. Hogy érdemben a viszony nem változott meg. És amikor már valaki második éve állít az anyjára, akkor tudod, hogy nem végezte el belül a munkát. De újra és újra feltárjuk nem volt meg a műtét, mert fájdalmas, visszavartuk, ugyanúgy rohadt bent, sőt, még jobban, kapott oxigént. Ugye? Úgyhogy tessék vigyázni a konstellációval, mert valamilyen belső meditációs gyakorlat nélkül nem fog működni. Csak függővé válunk. Oké? Okay? Köszönöm. Nagyon szívesen. Beszéltél itt a, a csakráknak a diszharmóniájáról, úgymond, illetve túltöltés, stb. Maradjunk a diszharmóniánál, ez nagyon tetszik nekem. Te zenélsz? Nem. Szereted a zenét? Azt igen. Látod, én is szeretem a zenét. A harmonikus zene miért jobb, mint a diszharmonikus? Hát jobb a fülemnek. Mindenken. Miért jobb a fülednek? Van benne valami szabály, vagy, Mitől ö... kell a szabály? Nagyon jó úton vagy. Miért kell a szabály? Például a zenében. Ez hát, hogy ne káosz legyen. Mi a káosz és a kozmosz, a szabályszerű és a kaotikus közötti különbség? Itt egy, egy kicsit rendszer. fizikát... Oké, okay, de miért kell a rendszer? Most egy kicsit fizikába próbálj meg belemenni. És nem egy biztos, hogy akusztika. Szabálya van, amit tudunk követni. Egy harmonikus emberi kapcsolat és egy diszharmonikus emberi kapcsolat között mi az alapvető különbség? A diszharmonikussal általában nem tudsz együttműködni, vagy sokkal nagyobb energiabefektetés kell hozzá. A harmonikussal jobban tudsz együttműködni, vagy kevesebb energiából tudsz együttműködni. A zenében. És ezért a gondolkodás frekvenciáiban, a beszédben, az érzelmekben ugyanez van. A harmónia energia növekvéssel jár, a diszharmónia energia csökkenéssel jár. Mondtad a rendszert, mondtad a szabályokat. Nagyon jó. Ha egy adott rendszerben például pentaton skálát alkalmazunk, akkor minden, ami ezt túllépi, tehát mondjuk már 7 fokú vagy 12 fokú, az hamis egy diatonikus zenében nincs hamis. A füledben van, de a rendszer azt mondja, hogy hát ezt megengedtem. Tehát nagyon jó a régi klasszikus zene, a modern klasszikus zene és a jazz skáláit összehasonlítani, mondjuk a népdalokkal. És amit az egyik hamisnak mond, mert a fül diszharmonikusnak hallja, az a másikban improvizatív gyönyörűség. Értjük? Tehát a rendszer dönti el, hogy neked épp akkor mit ad, és a te befogadásod dönti el, hogy az éppen neked hamis, tehát diszharmonikus, vagy tónikus, tehát harmonikus. Én nagyon sokáig például nem tudtam jazzt hallgatni, mert elképesztően hamisnak hallottam. Eltelik húsz év, és ugyanazt a szerzőt, már más zenei művetséggel, egy ilyen brilliáns, fantasztikus skálán zenélő virtuóznak hallom, és ugyanaz a zene. Én változtam. Tehát a harmóniával energia növekedés áll be, miért? Mert a rendszered megengedi. A diszharmóniával energia szóródik szét. És azért mondtam, hogy a fizikában menjünk egy kicsit bele, ami most nem zene. Mindenki vagy ült gépjárműben, vagy vezeti is. Ebben a gépjárműben van üzemanyag. Ez az üzemanyag nem tiltakozik a motor ellen és a hajtáslánc ellen. Mondván, hogy ezt a rendszert én nem bírom, hagyjanak engem békén. Ott akarok lenni a szénhidrogén temetőbe, ott lent. Tehát nem ez van. Hogyha egy rendszerbe teszem ezt az energiát, pár literrel száz kilométereket el lehet menni. De ha ugyanezt az üzemanyagot lavorban elégetem a parkolóban, akkor körbetáncoltam az örömtüzet, és több száz kilométer üzemanyag pár perc alatt elment. Na ez az energiavesztesség, ez az entrópia, ez a káosz. Ezért szeretjük nagyrészt az egészséges emberi személyiséggel azt, amikor harmonikus kapcsolataink, zenéink, életünk van, és nem kell túl nagy energiát abba tenni, hogy az ellentéteket asszimiláljuk. Fordítva, minél több energiát halmoztál föl magadban, a saját pszichofizikumodban, annál több ellentétet bírsz ki. Annál távolabbi paradoxonokat tudsz egyben látni. Annál jobban kibírod, hogy a másik ember különbözik tőled. Értjük? Ja. Ez válasz a kérdésedre? Ö, nem, igazából. De őszinte hogy ezt szeretem. Akkor most tedd föl még egyszer arra vonatkozólag, hogy mit nem válaszoltam meg. Hogy ezt a harmóniát én hogyan tudom ö, megvalósítani. Úgy tényleg, hogy ha mondjuk már odáig jutottam, hogy testi tüneteim vannak, hogyan tudok visszatérni így a... A harmóniához és a diszharmóniához egyaránt mi kell? egy egyszerű kérdés, nem válasz, nem, nem bonyolult a válasz. Rezgés kell. Tehát ahhoz, hogy harmonikus vagy diszharmonikus tapasztalatunk legyen, az rezdülés kell. Nem egy, nem legalább kettő. ennek a találkozása vagy úgy van, hogy a színusz hullámok lerombolják egymást, diszharmónia, vagy egymásra rakódva, magyarul szuperponálódva emelik egymást. Ez a harmónia. Ezért mondtam az előbbi energiaegyenletet. Jó? Tehát el kell jutnod egy olyan tudatig, ami nem rezdül. Ami nem mozdul. Ez a zen. És hogyha megvan ez a nem mozduló, nem rezdülő, akkor pontosan látod, hogy a te hogy kell igazítani ahhoz, hogy a másikkal szemben Harmonikus legyen. Ő lehet, hogy nem jól hall, vagy nem jól lát, de neked a nem mozduló tudat birtokában, a nem rezdülés pillanatában lehetőséged van választani. Kicsit följebb csavarod, vagy kicsit lejjebb csavarod a saját frekvenciádat. Tehát tudsz alkalmazkodni. Azért fejeztem ki ennyire részletesen és technikailag, hogy kimutassam, hogy nagyon Nehéz az az alkalmazkodás, amely tartós harmóniát eredményez. Általában picit, pontszerűen tudjuk, aztán pedig megyünk tovább a saját komfortzónánkba. De az alkalmazkodás még olyan objektívnek tűnő területeken is elképesztően érdekes, mint a zene. Tehát azt tudjuk, hogy a zenei áhang a az 440 Hz. És képzeljétek el, hogy most már van ahol 444 vagy 445 Miért? Mert mindig egy kicsit fényesebbre hangolják, hogy egy kicsit jobban szóljon. Ez az, amikor az ételbe egy picivel több cukrot tesznek, hogy még édesebb legyen. Vagy egy fényképnél a sárga vagy a piros csatornát, vagy mindket túltolják, hogy melegebb szintónus legyen, és jobban szeresd. Tehát ezért minden zenekarnál ott van az a hangvilla, vagy az az elektronikus eszköz, amely tized, század hercre pontosan megmondja, hogy nekünk az A hang ma ez. És vállaljuk a régi barok zenének ezt a kicsit már unalmasnak tűnő 440-ét, vagy pedig hát akkor megyünk följebb. És ezt a följebbet mindannyian elfogadjuk, mert ha nem, akkor bizony a régi A meg az új A az elkezd surlódni. És van, aki ezt már meghallja. 5 hercet meghal. Úgyhogy ilyenkor Neked kell alkalmazkodni, nálad a hangvilla. A kérdés az, hogy ezt te akarod-e. Mert hogyha te harmóniába kerülsz egy másik személlyel, az azt éli meg, hogy közelebb van hozzád. Hogyha egy hozzád közel álló személlyel tartós diszharmóniában élsz, az a kapcsolat egy idő után tarthatatlan lesz. Tehát vagy harmonizálódtok, vagy szétmentek. De fordítva is igaz, hogyha valakivel te harmonikus kapcsolatot építesz ki, vagy hagyod, hogy az legyen, akkor az közel lesz hozzád. És hatással lesz rád. Kell, mert ha igen, akkor maradj harmóniában. Ha nem, akkor szüntessd meg. De én igazából úgy érzem, hogy ez nem egy másik személlyel, inkább magammal. Itt is felteszem az előző kérdést, olyan jó válaszolt rá. Belőled hány darab van? Egy. Jó. Az egy, az hány rezdülést bocsát ki? Hát egyet. Nem. Vagy sokat, csak... Belőled egy van, de rezgéseidből sok van. Van a gondolatnak a frekvenciája, a beszédnek, az érzelemnek, a cselekedetnek. Az, hogyha ezek egy irányba mutatnak, magyarul belül integritás van a személyiségedben, akkor a rezgéseit harmonikusak. Hogyha diszharmónia van a szó és a tett között, akkor így hétköznapi értelemben hazudtunk magunknak. És ez diszharmóniát teremt. Aki már életében hazudott, és itt szerintem mindannyian elkövettük ezt nem egyszer, mekkora energia kell ahhoz, hogy a tudatos különbséget a valóság és a kijelentés között állandóan áthidaljuk és jegyezzük, hogy a valóság mi volt, és semmit mondtam helyette. És azt kinek mondtam? És kinek mondtam más valamit, egy B-verziót, a harmadiknak egy C-verziót, és ezek mind menedzselni kell, hogy a hazugság minél tovább fönnmaradjon. Na ez az energia, ez pont ezt a diszharmóniát, ezt használja. Sőt, ezért kell létrejönni ennek az energiabefektetésnek. Ezért a diszharmónia mindig energiát nyel el, tehát endoterm, energia elnyelő. Ezért az az ember, aki a gondolatait, az érzelmeit, a tetteit és a szavait engedi széttagolódni, tehát egy valótlanság vagy hazugság állapotában lenni, az egy fekete lyukszerű energetika mindent elnyel, és semmit vagy nagyon keveset ad ki magából akiben belül rend van, harmónia van ezen tudati frekvenciák között, az kisugárzó, az exoterm. Annak a közelében ösztönösen jó lenned, mert biztonságban érzed magad, mert nem egy tudattalan vagy tudatos léthazugságnak a körében vagy benne. Ez idáig tud menni. Úgyhogy nagyon jó a kérdésed. Ahhoz, hogy belül rend legyen, ahhoz egy tiszta tér, tiszta tükörszerű, nem mozduló, jelenlévő tudat kell. Ennek a lehetősége mindenkiben megvan. Utolsó kérdés. Köszönöm. Szívesen. Él az édesapám, ő egy fiatal ember, mindig is egy nagyon jó apuka volt, aztán 18 éves koromban elváltak, és amióta az új párjával van, azóta én azt érzem, hogy az évek alatt így módszeresen az új párja, így elveszi a családunktól őt, tehát így tőlem is, hugomtól, a, én nekem a két kisfiamtól, tehát hogy nekem nem volt nagyapám, amikor én születtem, és azt érzem, hogy ott lakik tőlünk öt házra, fiatal, egészséges, és ott van a két kisfiam, akiknek nincsen nagyapjuk nekik sem, mert a párjának a gyerekének az, a gyerekeit szereti, tehát azokat, azokat, nagyon, meg őket viszi, de az enyémeket nem, és én nem érzem azt, hogy tettem volna bármi olyat ellenük, és ezt a szememben nem is mondja meg, csak folyamatosan így hallom hátulról vissza, hogy nem. állandóan. Itt be kell a gyerekfegyvert. A gyerekeid szeretik a nagyapjukat? Hát szeretnék. Jó akkor ezt mondják el egy rövid videó üzenetben, és játsz le az apádnak. Hogy ne feledkezzél meg légy az unokáidról, mert ők tényleg hozzá születtek. És akik hozzánk születnek, azokért a szívünkben, az életünkben testileg, lelkileg felelősséget vállalunk, mert az egymáshoz születés közös sorsot takar. Nem hinném, hogy a reinkarnációval és a karmával megismerkedett volna apukád úgy, hogy ezt a rendszert meghallgathatná. De a sorsra szoktunk hallgatni itt nyugaton. A közös sors az, hogy közös családban vagyunk. És ezt nem lehet megtagadni. És ilyenkor, ha a gyerek fegyver nem megy, akkor őt kell visszavinni a saját gyerekkorába, hogy az ő nagyapja volt-e, vagy sem. Ha nem volt, akkor meg kell neki mondani, hogy most a te unokáidnak sincs nagyapja, azt akarod el, hogy olyan érzésekkel telítődjenek, amilyen neked volt, amikor neked nem volt nagyapád. Vagy ha volt nagyapja, tessék visszafordítani. Képzeld el enélkül az életedet. Na az most az unokáid élete. Tehát ilyenkor meg kell találni azt a négy szem időt, amikor a párjának a kis territoriális magatartása nem zárja le az egófalat, és akkor megkérdezni tőle ezeket, és kérdezünk. Kérdezzünk. Bemutatod, és ez most milyen érzés benned? És belőleked iszonyú szilárdnak kell lenni, zéró szentimentalizmus. Akkor te nem a lánya vagy, hanem a gyerekeid anyja vagy. És a gyerekeidet képviseled az apád előtt. Tehát akkor felejtsd el, hogy a lánya vagy nem csak azért, mert bőven elmúltál 18, hanem azért, mert az apád nagyrészt az apa-lány viszonyt fogja alapul venni, nem pedig a nagyapa-unoka viszonyt fogja alapul venni. Tehát minden olyan játszmát, rávetítést vissza kell utasítani, amely téged a lányodság vagy a lányság miatt kisebbségi helyzetbe vagy erőtlen helyzetbe hozna. Erre föl kell készülni, meg kell csinálni, és sajnos fel kell készülni arra a reakcióra, amit apától akkor tapasztal, amikor nem tetszik neki valami. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Igen, és még egy, ezt a nem tetszést, ezt úgy kell kibírni, hogy közben együttérződjön, úgy maradni, különben oka lesz lezárni a viszonyt. Nem vesztheted el a centeredet. Okay. Köszönöm. Szívesen. Hölgyeim és Uraim, köszönöm a mai megjelenést és az értékes megtisztelő figyelmet. Köszönöm a 60 i szangának a folyamatos gyakorlatot, a szervezést, a jelenlétet. Remélem, hogy minél többször hozhatjuk felszínre a darmát egymás társaságában, közösen gyakorolhatunk, felébredhetünk, és megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen.